A bálozókat Felföldi Gábor, az egyetem közművelődési titkára köszöntötte. Az első éves hallgatók a Pannon Egyetem diákrektorának, Nagy Attilának a segítségével tették le gulyáesküjüket. Ezt követte a Hemoviner Dance táncstúdió táncosainak nyitó tánca, melyen minden résztvevőt lenyűgöztek. A bál hangulata azonban nem csak az aula földszintjén hágott a tetőfokára, hanem az első emeleten is. Így zajlott a bál király és a bál királynő választáson résztvevők fotózása és szavazása is. A megmérettetésen csak az indulhatott, aki a Pannon Egyetem hallgatója, szavazni azonban bárki szavazhatott, aki rendelkezett meghívóval a bálra. A meghívó hátulján lévő 10 jegyű kóddal lehetett szavazatot leadni. A bálozókat is megkérdeztük, hogy érzik magukat a gólyabálon. Nagyon jól érzem, nagyon jó a társaság, nagyon jó a hangulat, és úgy gondolom, hogy aki látja, tele van a parkett, itt van a bugi már a lábunkban, úgyhogy azt mondja, nagyon jó. A bál hangulatáról azonban nem csak a vígadó egyetemisták gondoskodtak, hanem a Fantasy együttes, őket pedig a The Bluesberry Band váltotta. Utánuk következett az estkét meglepetés vendége, Vastag Csaba és Vastag Tamás. A fiúkat lelkes taps és kiabálás köszöntötte, a táncparkett pedig megtelt táncoló fiatalokkal. Csaba elmesélte nekünk, milyen élményei vannak a bálokkal kapcsolatban. A bálokat mindig nagyon szeretem egyébként, egy kimondottan olyan alkalomnak tartom a bálozást, amikor mindenki megtehet bármit egyébként, és itt nem számít az, hogy ki vizsgázott egyesre vagy ötösre, itt mindenkinek ugyanazok a jogai megvannak, úgyhogy ez egy tök jó egyenlőség, testvériség, a nagy barátság, itt mindenki önmaga lehet. A Vastag testvérek fellépése után került sor a Bál királynő és a Bál király cím nyerteseinek kihirdetésére. A legtöbb szavazatot Takács Márkó és Molnár Fanni kapták, így az ő fejükre került a korona. Leírhatatlan, nagyon jó igazából, szerintem ez minden lányával, hogy valamilyen szinten királynő legyen, és esetleg élni, ez felejthetetlen. Az eredményhirdetés után ismét a Fantasy együttes foglalta el a színpadot, és kifulladásig szórakoztatta a bálozó egyetemistákat.